A kisméretű, különleges vastagfalú műanyagból készült tartály rendkívül nagy nyomás elviselésére képes. A nyomás a tetején lévő gépjárműszelep segítségével csökkenthető. A szilárd széndiokszidot azért nevezhetjük joggal a száraz jégnek, mert normál vagy atmoszféra körüli nyomáson a széndiokszid nem kerül cseppfolyós állapotba. A száraz nyomástartó edénybe helyezve az intenzív szublimálás folyamán rohamosan növekszik körülötte a nyomás. 5,3 atmoszféra felett megjelenik a folyadékfázis. A nyomás hirtelen csökkentésére elkezd forni a folyadék halmazállapotú széndiokszid, és visszaáll a szilárd halmazállapot. Jobban kitölti a térfogatot, inkább illik most rá a másik szokásos megnevezés, szénsafó. A tartályt ismét lezárva a nyomás újra növekszik. A szublimáció során a hőmérséklet erőteljesen csökken, aminek következménye most a tartály falán is jelentkezik, hiszen a szénsavfol közvetlenül beborítja. A láthatóságot a pára gyakori törlésével lehet segíteni.